A profitaság ajándéka és Ellen White élete, 10. előadás. Amint folytatjuk tanulmánysorozatunkat a profitaság ajándékáról és Ellen White életéről, látjuk, hogy az egyik legcsodálatosabb vetülete az munkának az, ahogyan Isten felhasználta őt az egyház vezetésében, irányításában. Azért, hogy az egyház, mint Krisztus teste, egészségesen növekedjen. Az egészségügyi üzenet egy nagyon csodálatos tapasztalat által jutott el az egyházhoz. Keressük meg Mózes második könyvének 15. versét, ahol bizonyos utasításokat olvasunk, amelyeket Isten adott proféta által, akinek megvolt a profétaság ajándéka. 2. Mózes 15, 26-ban olvassuk a következő szavakat. Ezeket Isten az egykori Izraelnek szólta. Ha te uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az ő személy előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok rádam a betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. A profétaság ajándéka által Isten az egykori Izraelnek sok csodálatos egészségügyi alapelvet tanított meg. A szent csatornák megépítése, törvényeket, amelyek az táplálkozást szabályozták, a betegségek kezelését, a higiéniát. Ezek az ókori világ számára Izraelt egy modellé, példává tették. Később le is ír a Szentírás, hogy nem volt Izraelben egyetlen beteg, egyetlen nyomorult sem, akik követték ezeket az előírásokat, mert Isten csodálatos tanításokat adott nekik az egészségre nézve, hogy ők egészségben éljenek. Most azonban 3300 évvel odébb vagyunk Mózes idejéhez képest, amikor Isten ezeket az utasításokat adta a népnek. Itt vagyunk a 19. század közepén, az 1850-es, 1860-as években. Akkoriban a betegségek nagyon is megterhelték az embereket. Egyszerűen figyelmen kívülhagyták az egészségi szabályokat, ezért nagyon sok betegség sújtotta a lakosságot. Hadd vázoljunk fel előbb, milyen volt akkoriban az emberek egészségi állapota, és milyen időben jelent meg az az Istentől kapott üzenet, ami az egészségről szól. Térjünk vissza az 1800-as évek közepére. Van a könyvtáramban egy könyv, otthon Ausztráliában. Azok az régi szép idők szörnyűek voltak. A régi szép idők szörnyűek voltak. Aki írt ezt a könyvet, Otto L. Bethmann, elmondja nekünk, hogy milyen volt az élet Amerikában különlegesen az 1800-as évek közepén. Hadd idézzünk az ő könyvéből. Az 1800-as 50-ekben az emberek átlag életkora körülbelül 39 év és egy kicsi. Ez gyökeresen megváltozott azóta. A hetednapi adventisták között, amikor megvizsgáljuk az egyházi nyilvántartásokat, hogy milyen életkorban haltak meg testvéreink, 1863-ig bezárólag, alig egy negyedük halt meg életének első 7 évében. 22,5% halt meg 10 és 29 éves életkor között, ami azt jelenti, hogy több mint fele az adventistáknak, akik meghaltak az 1850-es évek végén, 60-as évek elején, meghaltak 30. születésnapjak előtt. Az 1850-es, 60-as évek ideje a betegségek ideje volt, és az egyik leggyilkosabb betegség akkoriban nem a szívbetegségek voltak, vagy a rák, mint manapság. Az a betegség, amelyik a legtöbb embert elrabolta, a TBC volt, a tuberkulózist. Az akkor időben még az is veszélyes volt, ha az ember az utcára kiment. Az amerikai városokban 12 000 ló is élt a nagyobb városokban.
Ők vontatták a különböző lóvonatokat, kocsikat, szekereket, teherhordó szekereket. Így 130 tonna hulladék gyűlt össze, ez biodegradábilis volt, de ezek legyek 100 millióinak biztosítottak táplálékot, amelyek betegségeket terjesztettek, némelyek veszélyesek, mások egyenesen halálosak voltak. Ezt a legyek terjesztették Amerika városaiban. Nem csoda, hogy Ellen White az 1867-ben úgy tanította az egyházban a testvéröket, hogy egy picivel rövidítsék fel a szoknyáikat, mert az ő szoknyájuk akkor a földet seperte, és összegyűjtötte azt a sok szemetet és állati hulladékot, és magával vitték a betegséget. Azt mondta, hogy rövidítsék meg a szoknyáikat körülbelül 20-23 cm-rel a talajhoz képest, ez akkoriban forradalminak szállított, amikor megkérte, hogy szoknyáikat rövidítsék meg egy orrasznyival, hogy a betegségeket elkerüljék. A gyermekek betegségekkel, fertőzéssel teli padlókon mászkáltak, és minden hatodik kisbaba meghalt első életévének betöltése előtt. Rendkívüli helyzet volt akkoriban. 1832-ben a New Yorki Városi Tanács betiltotta a városokban a gyümölcsök és zöldségek árusítását, mert úgy tartották, hogy a kolera járvány emiatt tört ki. És amikor megkérdezték a betegségeket, a doktorok érdekes válaszokat adtak. Emlékezzetek arra, hogy akkoriban még senki a világon nem tudta, hogy mi okozza a betegségeket. Nem fedezték fel a baktériumokat, a vírusokat, a kórokozókat. Ez később történt meg. Így tehát senki nem tudta, hogy mi okozta a betegségeket, így csak sejtegették. Némely doktorok szerint a betegségeket gyulladások okozták, szerintük a legjobb megoldás erre a vér lecsapolása volt. Nagyon sokféle módszerük volt, érvágásokat alkalmaztak, és nem tudták, hogy a vérben volt benne az, ami leginkább tudott volna harcolni a betegségek ellen, a különböző antitestek sokassága. Voltak más orvosok, akik azt mondták, hogy ha valaki beteg, akkor szedjen ópiumot és higanyt. Mind a kettőről tudjuk, hogy életveszélyes mérgek. Volt egy orvos, aki azt mondta, hogy a brit korona több alattvalót veszít el a több alattvalót veszített el érvágások miatt, mint a Waterloo-i küzdelemben. A Waterloo-i küzdelet volt az a harc, amelyben legyőzték Napóleont a brit hadseregek. Tehát többet veszítettek el érvágással, ópiummal, higannyal, mint a háborúkban, a Waterloo-i csatában. Voltak mások, akik azt mondták, hogy ha az ember lázas, az azért van, mert túl sok az életerő benne. Éppen ezért az embereken vízhajtókat alkalmaztak, és egyéb mérgeket, amelyek hányást idéztek elő, amelyek hashajtókat és vízhajtókat alkalmaztak. Mások szerint a láz azért volt, mert túl kevés volt az életerő, és éppen azért egyéb izgatószereket alkalmaztak, kávét, bort és hasonlókat. Ilyen kezelések mellett könnyű megérteni azt, hogy a legtöbb ember folyamatosan beteg volt. Azokban az időkben senki nem ment kórházba, mert a kórházak borzalmas helyek voltak. Nem tudták, hogy hogyan terjednek a betegségek, éppen ezért nem voltak antibiotikumok, higiénia. A kórokozókról szóló elmélet ismeretlen volt, senkinek fogalma sem volt az immunizálásról, a beoltásokról,
nem volt akkoriban vérátömlesztés, sem röntgensugár. Az emberek semmi összefüggést nem láttak a betegségek és a táplálkozás között. Azt mondták, hogy a táplálkozásnak semmi köze. Semmi köze nincs a betegséghez a táplálkozásnak. Az éjszakai levegőt veszélyesnek tartották, éjjel bezárták az ablakokat, hogy semmi ne jön be kintről, hogy nagy megbetegedjenek. Az emberek nemigen fürödtek, a dohányzást pedig gyógyszerként írták fel a receptre. Ha valakinek probléma volt a tüdejével, azt mondták, dohányozzon minél többet, mert a füst megöli a betegséget. Mit ettek akkoriban az emberek? Hogy legyen egy kis fogalmunk arról, milyen volt az akkori menü, olvassuk el az egyik hetednapi adventista lelkészünk beszámolóját, John Loughborough testvérét, aki elmondja egy cikkben, amit akkoriban közölt, leírja, hogy milyen volt az 1850-es, 60-as évek menüje. Nagyon szerettem az állati húsokat. Reggelire sült disznóhúst ettem, főtt húst vacsorára, és sonkát vagy szalonnát vacsorára. Az egyik kedvenc desszertem pedig azt mondja, disznómártásba áztatott kenyér volt. Mit szóltok, milyen táplálék volt ez, egészséges? Egy másik idézetben azt írja, tavasszal éreztük ezt a tavaszi gyengeséget, azért, mert túl sok kövér eledelt és húst ettünk egész télen át, és nekiálltunk uborkát, retket, mustárt, paprikát enni, hogy ezek élénkítsék az étvágyat, és stimulálják az természetesnek vettük azt, hogy tavasszal gyengék és betegesek vagyunk. Sőt, számítottunk erre, mielőtt újra friss zöldséghez jutottunk. Ilyen volt az élet akkoriban. Ez volt az amerikai lakosság megszokott étrendje az 1850-es, 1860-as években. Miközben a betegségek súlya ilyen erővel nehezedett az emberekre, voltak, akik elkezdtek beszélni az egészségügy megreformálásáról azokban a napokban. Miközben a betegségek ennyire ránehezettek az emberekre, némelyek elkezdtek egészségügyi reformról beszélni, nem csak az hetednapi adventista egyházban. Azonban úgy gondolom, Isten ezen emberek által készítette elő az egészségügyi reform üzenetének megjelenését. Így fektette le az alapokat az emberek gondolkozásában. Az 1800-as évek elején élt Ausztriában egy ember, Vincent Prisnitz, aki felfedezte a hidroterápiának, a vízterápiának az erőnyeit az 1800-as évek elején, amivel kezelte a gyulladást és a fájdalmat. Létrehozott egy intézményt is, amelyben vízzel kezeltek különböző betegségeket. Sok ilyen hidroterápiás központ Európában, Nagy-Britániában és az Egyesült Államokban megnyitotta ajtaját a közönség előtt. Volt azonban Amerikában két orvos, aki különleges módon hozzájárult a hidroterápia fejlődéséhez. Ezek voltak James Jackson orvos, visszautasítja a drogokkal való kezelésnek a módszerét. Amikor drogokról beszél, akkor ópiumra gondol, higanyra, higanykészítményekre és ehhez hasonló vegyszerekre. Olyanokra, amelyek a szervezetnek nagyon sok kárt okoztak, de akkoriban gyógyszerként használták. Jackson doktor visszautasította a drogok használatát, és promoválta, terjesztette a napsugárnak, a friss levegőnek, a pihenésnek az előnyeit. És azt mondta, hogy ha meg akarsz erősödni, ezekre van szükséged, nem drogokra, meg vegyszerekre, ezért vagy amazért.
egy otthont is megnyitott, amelynek neve a mi domboldali otthonunk Dansville-ben, New York államban. Nagyon sok embert kezelt ottan ezekkel a jó dolgokkal. Testmozgás, víz, tiszta víz, friss levegő és megfelelő menü. Egy másik orvos, aki akkoriban az egész életmódot termesztette, a Dr. Russell Troll volt. Ő is ellenezte a drogok használatát a gyógyászatban, és publikációiban bátorította a természetes módszerek használatát, és bátorította az orvostársait is ezeknek használatára. Ugyanebben az időben, miközben ezek az emberek a jóegészségről beszéltek, a jóegészség elveiről, volt egy másik mozgalom is, amelyik a vegetarianizmust terjesztette. Hús nélküli étrend, zöldséggel, gyümölcsel, ez hasonlókkal. Az egyik orvos, aki ezt terjesztette, Dr. William Olcott volt, aki már az 1830-as években is népszerűsítette a vegetáriánus étrendet, jóval az adventizmus megjelenése előtt. Egy másik férfi, Sylvester Graham, aki népszerűsíteni kezdte az egészséges étkezést, beleértve a zöldségek használatát és a teljes őrlésű lisztnek a használatát. Azt mondta már akkor, hogy nem volt nem egészséges finomított lisztet használni, hanem teljes őrlésűt. Ennek következéseképpen, nem tudom, hogy van-e itt ilyesmi, Amerikában és Ausztráliában is van a Graham kenyér. Ilyen egy kis kekszszerű pogácsák, amelyek teljes őrlésű lisztből készülnek. Így készítette elő Isten ezen férfiak által, akik nem feltétlenül ismerték és szerették őt, de általuk készítette elő az alapjait a későbbi egészségügyi üzenetnek. Emlékeztek arra, Isten mit ígért Izraelnek, hogyha hallgatnak rá, és az ő parancsolatai? Egyetlen betegséget sem bocsát rájuk, amelyek az egyiptomiakat sújtották. Isten az ő ókori népének egészséget ígért, miközben a betegségek olyan súlyal nehezettek a világ lakóira. Isten azonban foglalkozott, őt foglalkoztatta az emberek egészsége. Így Ellen White-nak csodálatos elveket nyilatkoztatott ki arra, nézve, hogy hogyan lehetne a betegeknek meggyógyulni. Mély benyomást keltett bennem, miután végignéztem ennek az intézetnek a működését itt Hergélián mezőménesen, ugyanis hallottam, hogy hogyan megváltozott számos ember élete egyszerű kezelések, természetes módszerek, víz, friss levegő, mozgás, táplálkozás által. Az első látomás, amelyet Ellen White kapott az egészségügyi üzenetről, 1848-ban kapta. 1844-ben kezdődött el az ő szolgálat, amit Isten szószólója, és 4 évre rá Isten adott neki egy látomást, amelyben különböző dolgokat mutatott neki. Amikor ezeket a korai látomásokat olvasom az egészségügyre nézve, látom, hogy Isten mennyire gyöngéd volt az egyházával kapcsolatban. Túl sok lett volna az embernek, ha egyszerre megkapják a teljes világosságot. Éppen ezért gyöngéden, fokozatosan vezetett Jézus, a nagy jó pásztor, az ő juhait. És gyöngéden vezette az ő népét. Az első látomásban, amelyetről említést tesznek, a dohányzás káros hatásaira világított rá Isten, a tejának és a kávénak a káros hatásaira. Ez volt a legelső látomás, amelyet Ellen White adott az ő népének. Az 1850-es évek közepe fele Ellen White már gyakran írt a dohányzás ellen, és számos lelkész jelentetett meg cikket arról az egyház folyirataiban, hogy sikerült legyőzniük a dohányzás káros szenvedélyét. Azért, mert kezdték elfogadni azt a tanácsot, amelyet Isten adott az ő népének.
A második látomás, amelyet Ellen White látott az ekészségről, 1854. február 18-án kapta. Azt mondja, láttam, hogy a szentek a Isten népének otthonaiban tisztaság és rend kell legyen, ne legyen bennük piszok és szennyes ruha. Emlékeztek, akkoriban az a szenny és a mocsok, ami volt az utcán, elkerülhetetlenül bekerült a házakba, most pedig Ellen White figyelmezteti az Úr nevében a népet, hogy az ő lakásaikat tartsák tisztán, kerüljék el azokat a betegségeket, amelyek odakintről behatoltak az emberek otthonaiba. Ez nagyon különleges tanács volt azon emberek számára, akik akkoriban az 1850-es, 60-as években éltek. Majd így folytatja. Isten ezt látomásban mutatta meg neki. Aztán láttam, hogy uralni kell az étvágyat is. Együnk kevesebb finomított eledelt. Ez még az elején hangzott el. Ne együnk finomított ételeket. Minden jót kivonunk a lisztből, azért, hogy szép fehér legyen a kenyér. Együnk kevesebb finomított eledet, együnk nyers eledelt helyette, amelyben rostok vannak, amelyben nincs zsíradék, és utána, amint leültök az asztalhoz, utána teljes szívvel kérhetitek Isten áldását az eledelre, és erőt nyertek a nyers, teljes eledelekből. Ez forradalmi tanács volt akkoriban, amikor az emberek rengeteg tésztát, rengeteg süteményt ettek, finomított eledeket. Isten pedig azt mondja, ez nem a legjobb a ti egészségetekre nézve. Lépésről lépésre vezette Isten az ő népét. De amint valaki leírta, az egészségügyi reform című folyiratban, amelyik akkoriban megjelent, leírja, amint az emberek kezdtek egyre több teljes értékű ennivalót tenni, kevesebb finomítottat, és így írja, egészségünk sokkal jobb lett, elménk tisztább, és sokkal jobban érezzük magunkat. Kezdték jobban érezni magunkat, amint kezdtek hallgatni Isten tanácsára, amit adott az ő népének. A harmadik látomás az talán a legfontosabb ebben a témában, legalábbis egészen addig az időig. Ezt a látomást egy péntek este kapta, szombat első óráiban, június 5-én, 1863-ban. Hol kapta ezt? Ez az a ház, ahol megszállt egy péntek délután Aaron Hillard testvére házában. A közeli Battle Creek-i egy gyülekezetből utazott ide. Az egyik korai adventistának volt ez az otthona, Aaron Hilliardnak, egy kis faluban, amely nem messze Battle Creek-től terült el, Otsegóban, Michigan államban. Amikor meglátogattam ezt a házat, és készítettem a fényhordozóinak rossz holosorozatot, láttam, hogy mennyire megváltozott ez az otthon, abból az időtől fogva, amikor Ellen White azt meglátogatta, június 5-én, 1863-ban. Ott volt egy fiatal asszony, fiatal hölgy, aki 29 éves volt, és látta Ellen White-ot, amint a látomást kapja, és leírja, elolvastak egy fejezetet a Bibliából, utána mindannyian leborultak imádkozni, és kérték Istent, hogy vezesse és áldja meg James White személyét különösen módon. Emlékeztek, akkoriban Ellen White-nak az egészsége már eléggé megromlott, túl sokat dolgozott, és az egészsége emiatt tönkre ment. Rengeteg stressz nyomta a vállát, és Ellen White tudta akkor este, amikor letérdeltek, éppen ezért oda tette az ő kezét férje vállára, és kérte, hogy Isten erősítse meg az ő férjét, és adjon egészséget neki. És amint az ő kezét férje vállára tette, és imádkozott, az emberek körülötte észrevették,
hogy öntudatát elveszíti, és ismét látomásban van. Háromnegyed órán keresztül volt látomásban. A többiek csendben ültek körülöttem, és várták a látomás végét. Sohasem lehetett tudni, hogy meddig fog tartani. Éppen ezért ültek és vártak, háromnegyed órán keresztül, ameddig visszanyerte öntudatát. És elkezdett beszélni, akkor is majd az elkövetkező néhány hónapon keresztül arról, amit Isten abban az első nagy látomásban mutatott neki. Ma délután elmondunk néhány dolgot arról, mit látott ő abban az első nagy látomásban az egészségügyi üzenetről. Az első dolog, amit ő látott, az, hogy az egészség ő megőrzése egy vallási jelentőséggel bír. Azt mondja, láttam, hogy szent kötelesség vigyázni az egészségünkre, befolyásolja Istennel való kapcsolatunkat. A test, azt mondja, amelyet Isten az ő templomának tart, a testet meg kell őrizni annyira egészségesen, amennyire csak lehet. Sokan nem törődnek azzal, hogy Isten tulajdona a mi testünk. Hadd emlékeztesselek ma benneteket arra, hogy csupán csak egy bibliai elvet visszhangzott abban, amit mondott. Mert ezt megtaláljuk egy korintusi első levélben, ahol a testünket a Szentírás Isten templomának nevezi. Isten megmutatta neki, mennyire fontos az az igevers, és hogy nekünk kötelességünk a test egészségére vigyázni. Másodszorban írt arról, mennyi betegséget okoz Isten egészségügyi elveinek az áthágása. Sokan akkoriban azt hitték, hogy a betegség Isten büntetése, vagy Isten csapása volt. Ha valaki beteg lett, azért történt ez, mert Isten betegséggel sújtotta. Nem értették az egészség törvényeit, amelyek segítenek a testünknek egészséges és erős maradni. Úgy gondolták, hogy a betegség valamiféle isteni csapás, azért, hogy miközben bűnbocsánat és ima útján meggyógyulnak, megerősödjön a hitük. Sok esetben azonban a betegségek az egészségügyi törvények áthágásának a következményei voltak. Ezt is megtudták azok, akik hallgattak az ő tanácsaira, Ellen White tanácsaira, amit Istentől kapott. A harmadik gondolat, amiről később írt, az a mértéktelenség bűne volt. A mértéktelenség nem csak az alkohol mértéktelen ivására vonatkozott. Az Ellen White felfogásában a mértékletenség kiterjedt mindenre, amit ettünk vagy ittünk, és amivel károsítottuk az egészségünket. Leírja, hogy bölcsen kell használni azokat, amelyek egészségünket erősítik. Figyeljetek meg tehát ezt a két részét az elvnek. Szakítani mindennel, ami egészségtelen, és mértékkel használni azt, ami egészséges. Tehát szakítani minden káros dologgal, és mértékkel használni az egészséges dolgokat. Szólt a teja, az alkohol és a kávé ellen, ahogy azelőtt is. Ezeket lassú méregként jelölte meg. Érdekes kijelentés. Az alkohol, a teja és a kávé lassú méregeket tartalmaznak. Nem ölik meg azonnal az embert, főleg a teljes a kávé, de hatásuk fokozódik az idők során. A dohányt lassú és biztos méregnek nevezi. Akkoriban ez forradalmi volt, mert emlékeztek, az orvosok azt mondták, hogy ha valaki tüdőbeteg, dohányoznia kellene. Ez a dohányfüst akkoriban a tüdőbetegségek gyógyszerének számított. Isten azonban egy látomást adott, amelyben elmondta, hogy a dohány az egyik legtöbb csalást és legtöbb kárt okozó szer volt. Figyeljetek meg, tehát csaló és kárt okozó. Csaló, tehát az embert be tudja csapni. Amikor pedig valami becsap bennünket, akkor úgy gondoljuk a rosszról, hogy az jó. A dohányt, mint mérget, csaló méregnek nevezte. Az ember azt hiszi, hogy nem tesz semmi rosszat neki, de idővel károsítja az ő testét.
rossz indulatúnak vagy károsnak nevezte. Mi az, ami káros méreg? Egy káros méreg az, ami halálhoz vezet. Jóval azelőtt, hogy a világ felfedezte volna tüdőrákot, és azt, hogy milyen összefüggés van a szív- és érrendszeri betegségek, illetve a dohányzás között. 1886-ban a dohányzást egy alattomos, lassú, de ugyanakkor legrossz indulatú méregnek nevezte. Beszélt a húsmártásokról és az agyonfűszerezett húsokról, amelyek tönkreteszik az egészséget, ahelyett, hogy erősítenék a szervezetet. Figyelmeztetett a mértéktelen munkára, elsősorban az ő férjének szánta ezeket a tanácsokat, amelyek sok stresszt és a szervezet kiégését okozzák. Ezek nem parancsolatok voltak. Nem szeretném, hogy így gondoljatok ezekre. Tudjátok, amikor valakiről hallunk, aki egy autót vásárol, akkor megtanítják rá, hogy ne tegyen homokot az üzemanyagba. Miért? Azért, mert ez megkárosíthatja a motort. És azt mondjuk, hát ez, ha nem parancs, akkor nem is kellene megtartani, és ha akarok, homokot teszek az üzemanyagba. Ezt azonban azért, ezt az utasítást azért adják, mert a gyártó tudja, hogy a motor nem fog működni, ha homokot teszünk az üzemanyagba. Ugyanígy Isten is adja ezeket a tanácsokat azért, hogy egészségünket megőrizzük, ahelyett, hogy tönkretennénk. Emlékeznünk kell arra, hogy Jézus Krisztus többet gyógyított, mint prédikált. Jézus Krisztus nagyon-nagyon érdekelte, hogy az emberek egészségét megőrizze. És ugyanennyire aggódik emiatt manapság is. A látomás negyedik tanulsága nagyon érdekes. Isten megmutatta, hogy az ideális étrend a hústól mentes, hiányzik belőle a hús. Ellen White egy cikkében azt írja, hogy a legegészségesebb a vegetáriánis étrend. Ebben a látomásban szó volt a disznóhúsról és mindenféle származékáról, a betegségek miatt, amelyeket magukban hordoznak. Ötöt sorban, nagyon érdekes módon Ellen White-nak Isten azt mondta, hogy ne egyenek táplálkozások között, ami nem jó a szervezetnek. Figyelmeztetett a túl sok evésre, illetve az étkezések közötti evésre, mert ezek terhelik a gyomrot. Az Úr arra tanította őket, hogy inkább kétszer egyenek naponta, mint háromszor, már amennyiben nem kemény fizikai munkát végeznek. A szedentárizmusban, az ülő életmódban elég a kétszeri táplálkozás. Azonban azt írja, ha naponta harmadszor is étkezel, az könnyű legyen, és fogyaszd el órákkal lefekvés előtt. Ezt is azért, hogy az embernek az egészségét megtartsa. A látomás hatodik gondolata szintén nagyszerű. Itt beszél a gondolat és az egészség közötti összefüggésről. Ez hosszú évekkel azelőtt történt, hogy az orvostudomány felfedezte a pszichoszomatikus összefüggéseket, mármint a gondolkodás és a test közötti összefüggést. Beszél a gondolat, az elme és a test közötti összefüggésről, és azt mondja, hogy ha helytelen a gondolkodásunk, ez, ami egészségünket is megronthatja. Amikor ezt a látomást leírta, megemlíti, hogy sokan meghaltak azok közül, akik meggyógyulhattak volna olyan betegségekből, amelyek csupán csak a képzeletükben léteztek. Tehát sokan az ő idejében meghaltak, mert
Sokan meghaltak olyanok, akik meggyógyulhattak volna olyan betegségekből, amelyek csupán az elmékben léteztek. Ha tehát gondolataink negatívak és kritikusak, ha tele vagyunk negatív érzelmekkel, ezek befolyásolhatják a mi testünk egészségét. Hetedik sorban Isten megmutatta neki, Ellen White-nak, hogy a természetes gyógymódok jobbak, mint az ő korabeli gyógyszerek. Amikor a drog vagy gyógyszer szót használja, akkor nem antibiotikumokra, például penicillinre gondol, mint amelyek manapság elérhetők, hanem az ő korának gyógyszereire, mint például higany, opium és sok egyéb méreg, amelyet használtak, és amelyek több rosszat, mint jót tettek a szervezetnek. Némely gyógyszerekben még strichnin is volt. Manapság a strichnint patkányirtószernek használjuk. Egész kis mennyiségekben beletették a gyógyszerben az orvosok, és azt hitték, hogy attól a beteg jobban lesz. Akkoriban a tudatlanság nagyon súlyos volt. Ráirányította az emberek figyelmét a természetes gyógymódokra, a tiszta levegő, tiszta víz fontosságára, a böjtölésre, a pihenésre, a testmozgásra, és az Istenbe vetett szilárd bizalomra. Azután folytatta a látomást, 8. sorban. A látomásban hangsúlyozták a tisztaságnak a fontosságát. Emlékeztetlek még egyszer, akkoriban senki nem ismerte a betegségek okait, nem tudtak semmit a kórokozókról, amelyeket az utca szennyéből az ember felszedett a ruhára és hazavitte. Ekkor írt Ellen White arról, mennyire fontos a tisztaság az öltözködésben, az otthonainkban. Azután beszél az egészséges környezetnek a beszél tehát az egészséges környezetekről. Távolítsuk el a mérgező növényeket a ház környékéről, ne költözzünk mocsarak köré. Ez körülbelül 150 évvel ezelőtt volt, amikor Isten megmutatta neki, mennyire fontos a házak számára az egészséges környezet. Végül ebben a látomásban kihangsúlyozta Isten számára, mennyire fontos másokat tanítani az egészséges életmód elveire. Nem csak számunkra fontos, hogy saját egészségünket, testünket egészségben tartsuk. A keresztények felelősek voltak, arra nézve is, hogy másokat megtanítsanak, hogyan éljenek egészségesen, és kerüljék el a betegségeket. Tudjátok, néha az emberek azt mondják, hát Ellen White valószínűleg összemásolt a többi egészségügyi reformer munkáiból ezt meg azt. Ő azonban elmondja, hogy elámult látva azt, amit a látomásokban mutatott neki Isten. Sok minden akkor értett meg ott helyben. Ezek tehát nem olyan dolgok voltak, amelyekről tudomása volt, vagy amelyeket összeszedett másoktól, hanem Isten emlékeztette őt a látomásokban, hogy szent kötelességünk Istennel való kapcsolatunkkal összefügg, hogy testünket a lehető legjobb egészségben megtartsuk, mivel a test a Szentlélek temploma, Isten temploma. 147 évvel ezelőtt kapta ezt a tanácsot, akkoriban minden új volt és furcsa. Ha megnézitek ezt a listát, manapság ez se nem új, se nem furcsa. Az ő idejében, Romániában és Ausztráliában még sok embernek ez furcsa és új üzenet lehet. Azok, akik olvasták Ellen White látomásait 1863-ban, azok, akik olvastak erről, elkezdték alkalmazni a táplálkozásban, az ivásban, használták a tiszta vizet, kinyitották éjszakánként az ablakot, hogy friss levegő jön be, mosakodtak, fürödtek rendszeresen. Ez hatalmas változást hozott az ő életükben. Egy lelkész leírta az egyik egyházi folyóiratban 1865-ben, olyan tökéletes égességnek érvendek, amilyet csak lehet élvezni ebben a halandó létben.
soha vissza nem térnék semmilyen okból kifolyólag a régi étrendemhez. Köszönöm Istennek a világosságot, amelyet adott nekem ezt a témát illetően. Akkoriban az egyháztagjai kezdték meghallgatni és elfogadni az egészségügyi témákról szóló tanítást. Amint megjegyeztünk, nem Ellen White volt az egyetlen, aki ezeket a dolgokat kezdte terjeszteni. Voltak más reformerek is, azonban azon reformerek tanításai közé nagyon sok furcsa dolog vegyült, amit nem Istentől jött. Némelyek például azt mondták, hogy a sót teljesen ki kellene zárni az étkezésből. Azonban Ellen White megmutatta, Ellen White-nak azonban megmutatta Isten, hogy a só szükséges a szervezet részére. Kevés só jót tesz, sok azonban betegséget és rossz egészséget okoz. Isten tehát foglalkozott ezen embereknek az egészségével, és ezek a tanácsok eljutottak hozzánk ma is, és ma is elérhetők. És hogyha gyakorlatba ültetjük, egészséget és boldogságot hoz nekünk. Következő előadásunkban még több adatot fogunk majd megismerni a csodálatos eredményekről, amelyet az egészségügy ezent hozott. Köszönöm a figyelmet!